szállodával, amely még jobban optimalizálja a gáz és elektromos energia felhasználást. A rendszer már az első naptól takarít meg energiát az egyébként műemléképületben. Egy 10 éves hosszú távú programot dolgozott ki az E.ON és Balatonfüred egyik patinás szállodája. Mindez arról szól, hogy nem évente alakítanak és adnak kedvezményt esetleg az energiahordozók árából, hanem a program folyamatosan biztosít megtakarítást a felhasználó számára. Hosszú távon köteleződjünk el egymás mellett, és ahogy mondtam, úgy, hogy az ügyfélnek is ez megérje. Tehát amit mi még nyújtunk, ugye az optimalizációval egy energiahatékonysági megoldás, tehát a fogyasztása is jobb lesz, optimálisabb lesz, tehát ezáltal az ő számlája is virtuálisan kevesebb lesz. Balatonfüred több mint 200 éves szállodájában összesen 15 ezer négyzetméter energiaellátását kell úgy megoldani, hogy a régi és a később épült részek is a legoptimálisabb módon használják fel az energiát. A szálloda projekt első kísérleti állomása a balatonfüredi, ami nem érinti a ház patináját. Az épületektől teljesen szeparáltan működik a műszaki energetikai központunk, annak az üzemeltetését és jobbítását fogja az E.ON végezni, tehát a szolgáltatásnak a minősége, biztonsága fog reményeim szerint javulni. A most indult balatonfüredi projekt mintaként is szolgál majd, és az E.ON azt tervezi, hogy az új szolgáltatását így gyakorlatban is megmutatva tudja majd más hotelekben is elérhetővé tenni. Érdeklődés hiányában a tavasz elmaradt legalábbis eddig. Reméljük, hogy azért ez nem így lesz. Lassan, de biztosan emelkedik a hő.